A fesztivál két napja alatt az ország számos településéről közel 30 nyugdíjas csoport, klub, egyesület érkezett, hogy táncoljon, énekeljen, szavaljon, meséljen szépkorú társainak. Mosolyország a kulturális egyesület, 2011-ben alakultunk, majdnem 100 fővel van a klubtagunk, klubtagjaink, és 7 fővel táncolunk a kultúrcsoport. Vannak több táncaink, van a matróztánc, van a cigánytánc, amit most itt is elő fogjuk majd adni. Van nekünk egy apácosunk, egy country táncunk. A megnyitón az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a szépkorúakat, és kívánt jó szórakozást nekik a Nagy Kunság fővárosában. Én köszöntöm azokat is, akik vidékről érkeztek, nagyon-nagyon távoli tájakról, ahogy jöttem a fürdő felé, láttam a buszokon a felírást, és néhány feliraton el is gondolkoztam, hogy te úristen, hol van ez a település Magyarország, melyik részén, és hogy próbáltam elhelyezni, és ahogy látom, szinte minden tájegységről érkezett egy-egy nótakör, egy-egy csoport a mai fellépésre. Ami azt jelenti, hogy egy nagy összefogással lehet majd megszervezni ezt a mai napot is, és lebonyolítani. Én kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, kívánom azt, hogy ne csak hangja legyen a rendezvénynek, hanem legyenek finom ízei is, kóstolják meg majd az ebédre főzött finomságokat. Arra kérte őket, hogy vendégként is látogassanak majd vissza családjukkal Karcagra. A fürdőt, a gyógyvizet Andrássy István ügyvezető mutatta be a vendégeknek. Ezek a művészeti találkozóra az ország minden részéről, minden tájáról jönnek nyugdíjas klubok, nyugdíjas egyesületek, és itt akkor a kis előadásokat, a művészi alkotásokat itt előadják, tehát akár éneklés, tánc, szavalás, zenéléssel töltik el itt az időt. Itt egy kellemes környezetben tudják eltölteni a napot is, megvan a fürdőzési lehetőség, a fürdőnek a gyógyvíz adta lehetőségét is ki tudják próbálni, tehát kellemesen el tudják tölteni az időt, hát remélem ez majd az időjárás is hozzájárul. Itt a nyugdíjas találkozó, tehát nekünk ez egy reklámkérdés is, és akit kellemesen eltölti a napját, az visszatérő vendégek is szoktak lenni. A rendező Napsugár Nyugdíjas Klub nevében Márkus Ica, magyar nóta énekes klubvezető köszöntött, és reményét fejezte ki, hogy jövőre még többen eljönnek majd a jubileumi 10. művészeti fesztiválra, ahol a jó kedv mindig garantált. A szervező arról is szólt, hogy ilyenkor a fellépők is elfelejtik, hogy éppen hol fáj, vagy milyen gondjuk, bánatuk van, csak a produkcióra koncentrálnak. Mert nagyon jó programok vannak, jelenetek, táncdal, nótáznak, aztán a cigánytáncok, matróztáncok, bakatáncok, ezek mind-mind olyan hangulatosak, meg nagyon jó jelenetek vannak. Tehát biztos vagyok benne, hogy akik itt vannak, azért jól érzik majd magukat, és szép emlékkel mennek el tőlünk. A megnyitót követően kezdetét vette a fesztivál, ahol valóban a korukat is letagadhatták a szépkorúak, hiszen olyan frissen ropták a bakatáncot, vagy a néptáncot és cigánytáncot a színpadon. De voltak, akik vicces jelenettel tánccal érkeztek, és többen szólóban, énekben, hangszeres táncban is bemutatkoztak. A fesztivál zárónapján a fellépés után megmártózhatnak a vendégek a gyógyvízben.